A szakszervezet és az önkormányzat illetékesei egyetértenek abban, hogy a november 29-e húsárugyár magánosítása az irreálisan magas ár miatt húsult meg mindeddig. A nagymúltú vállalat részenkénti privatizációja talán sikeres lehetne. A funkcionális parciákat csinálják meg, és akkor hogy úgy adják el, hogy valaki akarja megvenni az üzleteket, valaki akarja megvenni a kis piacot, valaki akar termelni bent, itt van ott egy 60 hektár föld, ki tudja, mit kinek kell, és akkor úgy lehetne valami eladni, úgy, hogy valamit lehet felemelni, hogy csinálni, vagy dolgozni. Karai László, a Városi Tanács gazdasági megbízottja a Pannon RTV-nek azt mondta, a megoldást egy stratégiai partner jelenteni a húsárugyárnak. Az anyagi vetülete az nem a önkormányzatnak a tisztje, de mindenféleképpen egy ilyen széles körű kapcsolatrendszerrel, amelyen az önkormányzat rendezik, próbálkozunk ezeken a csatornákon olyan lehetőségeket felkutatni, amelyeken keresztül stratégiai partner vagy pedig érdeklődőt biztosítani ennek a cégnek a helyzetének a megoldására. A gazdasági megbízott szerint a november 29-e húsárugyár talpraállítása a mezőgazdaság és az állattenyésztők számára is fontos lenne. Helyben tudnák értékesíteni a jószágaikat, nem függnének a viszonteladóktól.